Cső, Dominik. Csá. Csá. Szó. Minden zsírt mellett. Vagy veletek? Persze, gyere be valószínűleg, üljél. Na, mi ez az új kecó? Persze. Hogy tetszik, üljél le. Jól van. Te? Felszangul, hogy itt vagyok, vagy para? Már, nekem nem. Nem, csak nem értettem amúgy, amikor mondtad, hogy jöjjek el. Nem, jó, mindegy. De most mi is elment a Bence? Ja, majd lenyugszik. De most mi ez olyan, mint az Brodates ház régen hát volt, összeköltöztetek? De én nem vártam amúgy itt lesz a Bence, nem tudom, hogy ez ilyen globális. Hát ja, most ez ilyen meglepi akart lenni, ja, amúgy kösz, tudod. Nagyon jó meglepetés volt. Köszönöm szépen. Én amúgy nem is vágom, mi van? Én nem tudom, mi van. Én nem is meg tudom köszönni. Esküszöm neked, hogy én se vágom. Én azt tudom, hogy most elmentünk, külön költöztünk, aztán... De mondom, valami kialakult a semmiből egy feszültség. Én nem mertem neki köszönni amúgy. Mert én azt hittem, hogy most én alatt bent álltam az, vagy ott álltam az ajtó előtt, csengettem, én furrát számítottam, Bence megérkezik, mondom, most akkor hogy is vagyunk. Láttam, hogy elsőtáltam. Nem tudtam most mit csináljak. Így egyenesen besétáltam, de most ezért, mikor jön vissza, vagy most? Lenyugszik, szerintem elment valahol iroda, vagy akárhol, nem tudom. Jó Istenem! Képzeljétek, ide értünk, most megyünk kajálni, ilyen csajos napot tartunk. Beülünk az egyik étterembe, amit most fogunk kipróbálni, mert láttuk interneten, hogy jó vélemények voltak róla, úgyhogy most már nagyon ide értünk a dugóba. Meg hát most már ki kell találni, hogy mit fogunk főzni karácsonyra. Tehát az azért úgy elég nehéz lesz, hogy nekem mindenmentesen kellene kaját csinálni. Én meg rántott sajtot szeretnék enni. A többiek húsit akarnak enni, úgyhogy elég bonyolult lesz így. De kell minden. Egy mély levegő, hogy ezt kitaláljuk. És a mély levegő mellett egy csajos pletyis kaját először megejtünk. Túl kell esni a csajos programokon. Menjünk, jó, induljunk. Mert soha nem érünk oda. Jajaj! Nem tudtam kinyitni az ajtót. Júj! Nyilván megbeszélném vele, hogy most mi lesz. De tényleg azért hívtalak fel én is, mert mi meg alapból beszélgettünk, mondom, akkor csak felhívlak, vagy ezért áthívlak, tudod, hogy beszélgetés. De tényleg is nem elég náltad a jó, hosszú lett neked a helyed. Nem sokáig, de kösz. Ja. De meg vagy amúgy, most hol laksz itt, vagy Pesten? Ja, most Pesten lakok. Zsír. Meg ilyenek. Jó van, mindegy, majd úgyis jön Bence, addig megmutatom neked a lakás, hogyha jó, kíváncsi. Jó, nézzünk körbe. Hív a Bence, de miért téged hív? Szia! Igen, itt. Azt még nem tud elérni. Adom. Telefonodban mi van? Lemerültem. Ne haragudj. Várjál, kihangosítalak, mert nem hallok. Igen? Eljöttem a lakásból, Dominik elkerült itt a mai napot, mert oda jutott a Szabit, hogy még hülyet kivel. Milyen Szabit? A Ruhán Szabit. Dominik hívta oda? Oda hívta, gondolom, hogy még hülyet ki bele, vagy hogy dumáljak bele, gondolom nem azért, hogy kellemetlen szituáció a hozzon. Vagy hát azért. És nem, figyelj. Kivettem a lakást, és random odaállít a gyerek. Figyelj, biztos nem akart rosszat, Dominik. Szerintem nem tudom, hogy mi volt az igazi szándéka, de biztos, hogy nem rossz, úgyhogy szerintem menjél vissza, Bence, kicsit nyugodjál meg szépen, menjél vissza. És nem beszéltem, hogy tudom, kicsikém, de legyél nagy, viselkedjél szépen, és menjél vissza, beszéljétek meg a dolgokat. De azt mondod, hogy még én legyek az, aki visszamegy. Bence... Lépjél túl rajta, legyél te a felnőttebb, és old meg. Szépen beszéljél vele, ne kap fel a vizet, és akkor... De most te arra próbálsz utalni, hogy legyek jobban ismét vele, vagy próbáljam megbeszélni a dolgokat, vagy... Nem utalni próbálok rá, konkrétan ezt mondtam. Az a fontos, hogy amúgy. Az a fogy, amit látom. Köszönöm, hogy nem értem valamit. Ja, mehetek, nézhetem, vagy üzem, üzem? Csak fönn nem egy szobába, de azt majd mutatom. Ez fixen a Bence szobája. Nem. Százszat, nem. És ez mi? Vartók. Jó van, megérkeztél. Ott? Hát nem vartó, ez egy fürdő. Vagy, így össze is terem a... Na jó van, beindult az elszói. Menjünk is nyugodt. Ilyen vécéket takarítottam Németországba, kérdezed. Tényleg? Mert te dolgoztál, hogy Németben. Ja, egy hónapot kell. Takarító volt a Németországba? Én most pizzát sütök. Az se jó. Az se rossz. Kösz. Ja, itt vannak az étkezések.
kicsit jön elő nekem ez a régi flash, tudom, amikor nyomtuk. Amúgy igen, nekem is imádtam. Oda a house-ban. Imádtam. Sokkodás. Ott van egy erkély, de amúgy fedezd be magadnak nyugodtan. Nézegetem. És akkor te is itt laksz, most itt ide költözszöl, nem? Ja, csövezek, ahogy szoktam tudod mindig. Ezt kellett eltörni először. Ezt most megmondom. Ez biztos, hogy el fog törni. Na menjünk fölfel. Ja, hogy itt van fel is? Aha. Azt hittem, hogy ennyi amúgy, hogy mit tudom, itt laksz te, és akkor abban szóval van, hogy Bence. Na, van még fel. Bence, mennyit szoktál sztorizni a régi brodás időkről? Milyen jó volt, de jó lenne megint, meg... Oké, de nem mondja, hogy lenni végem, mert olyan jó volt a vége fele. Jó, de ezért... Ezért, hogy megbeszéljétek. De tök jó, hogy még ebben a szituációban is nevet. Hát, kicsikém. Menjél vissza szépen, beszélgessetek, próbáljátok meg megbeszélni, kérdezd meg Dominikot, hogy miért hívta oda, és nem tudom. De azt mondtam, hogy azért arra ugyan kell el, hogy nem elmért, de lehet, hogy jó szándékkal csinálta, de ahhoz neked lett, hogy egyszerűen megláttam fel, hogy ő hívta. Kezd azzal, hogy próbálj meg éretten beszélgetni vele, tisztázzátok a dolgokat, és aztán meglátjátok, hogy mi lesz belőle, de ha már itt van, akkor szerintem ne hagyd ott csak úgy, hogy megsértődsz is ott. Nem kértök ki hamarosan, mentsék jönni, nehogy itt. Mindjárt megyünk kicsit el, jó? Na, viselkedni. Jó. Puszi. Okay. Szia. Köszönjük. Az meleg. A nagyfiúk, látjátok? Ott hagyta. Ja, ez biztos, hogy nyugodt a zsebre rakatod. Tudod, ez annyira tipikusan, hogy kirakod a hülyeségeidet a falra, és semmit nem velem, egyik se. Tehát, hogy idea. Szóval csodálatos. Marzasztom. Ezt kitaláltak? Na jó, nem én napok minden. Hát nem ennyi, mondom. Itt van egy fürdő, ezt összetörjem. Ez nagyon jó, ez zseniális. Hát most mit tudok erre? Itt történik a varázslat. De ezt tudod, nem olyan régen volt az a kezdő, hogy tudod, izé... Igen. Így nem fog tolni, ez mi? Nem állhatod! Én nem tudom. Tessék, ott egy törölköző végbogat. Jön ez a kett, szóval most nem bírálom. Terítsd a fejedre, azt menjünk tovább. Hú, de kellemetlen vagyok. Hogy talán? Majd föltörőjük. Ott van még egy terasz, csak ez kicsit nagyobb. Egy jobb kilátás. Ezt nem is ezen a magamra engedtem a tapot. Azt akartam mondani, hogy volt egy olyan kecónk a Bencével, ahol laktunk, hogy vágod, virágított a csap. És mondom, megnyitom, ez is fog. De akkor nem. De mi hullanak, hogy ti cseptek a fejedre. Ja. Hú, de komoly. Mondjuk ez erős nagyon. Ja. Jó. Hú, de magas. Amúgy nagyon. Ja. És mik vannak még? Timi megunta fogni a kamerát, úgyhogy én hozom, közben minden hollomtalanítás, a hajam rajtam akkora hangzavar van, hogy azt nem hiszitek el. Figyelj már, egyébként mi van a Szabival meg a Bencével? Hát ez egy elég hosszú sztori, úgyhogy szerintem majd, hogyha bemegyünk, akkor inkább ott elmesélem. Jó. Úgyhogy... Akkor a csajos pletyis nap az most indul. Na, innentől tényleg erről beszéltünk, a kaja mellé ezt fog kelleni. Egy ilyen Royal Szabi Dezső Bence story time. Ott van már. Böpö. Barbecue. Jó. Kioldódik a kabátom. Fogjam? Nem, várjál. Ezt fog meg. Pedig romantikus akartam lenni. Pedig megölettelek a mozdulat, megvolt. Ja, figyeld legalább, addig én tudom. Itt vagyunk? Itt vagyunk? Nem. Ez csak egy kapuaj. Itt. Yay! Na gyere, megyek előre. Na, jobbra, ide nem megy be, ez Bence is szóval, ezt inkább hagyjuk. Itt is akkor itt van még egy szóval. De ez mi? Ez mikor jöttetek ide? Egy-két napja, vagy mi? Hát, ja, nem rég jöttünk. Nagyon komoly. Na jó. Kis puha. Na jó, hozzá. Na, beszéljük meg a karácsonyi kaját. Igen. Ötletem sincs. Induljunk ki a... Mik van? Halászlé.
csinálok. Hogy még a tipik hát kaján? Igen. Nem eszek halat, tehát halászék. Akkor nem. A libamájat szeretem. Én nem. Pedig az jó. Beigli. Beigli. Szia. Én valamit. Én egy limonádét szeretnék kérni. Én is. Gyümölcsöset, simát innen. Valami pirosat, mánás. Mánásat. Akkor mánásat szeretem. Citromosat, cukor nélkül. Jó, rendben, intézem. Köszi. Szóval, hogy töltött káposzta. Te mit eszel? Ne idegesítsél már. Rántott sajtot. Mi lenne, ha kettészednénk? Csinálnánk olyat, ami mindenmentes neked, és csinálnánk egy olyat, ami meg ilyen begyeste, hogy hús, sajt, krumpli, ríz. Hideg tálat akarsz enni karácsonykor? Nem tudom. Ez olyan különleges. Most az egy dolog, hogy mi gyökerek vagyunk, és nem eszünk sok is. Mindent. De ők úgy gyökerek, hogy sok mindent tesznek. És mi lenne? Én tök örülök, hogy itt lehetek meg minden, de azért mégiscsak megszivattatok. És ezt vissza szeretném adni a fiúknak valahogy. Jaj, de tudod, hogy ez mindig így megy. Ez oda-vissza meg, olyan, mint a prank háború. Aha. És mi lenne, ha csinálnánk egy olyan kaját, ami nekünk a finnyásoknak van, igen. És csinálnánk egyet nekik, amit kérnek, vagy kívánnak, és teleraknánk csípőssel. Mizuel csajokkal meg vagy? Szokásos. Szokásos, vagy rém. Szokásos sevelesen élkület kapcsolat. Wow, de jó lehet. Ja. Neked? Tényleg, ezt nem is kérdeztem még. Nekem nincs senki. Tényleg? Hát, voltak dolgok. De 14 elmúlt. Nyilván. De jó van. Te most hogy itt fölköltözött Pestre, vagy most mi? Hát már fölköltöztem. Én hát... Nikolát adok utoljára egy és fél éve. Nem? Kb. Az a baj, hogy már tényleg annyi minden történt. Tehát én voltam Csabán, aztán Német, aztán vissza Csaba, aztán egyből Pest. Tehát szokásosan, ahogy szoktam. De most nagyon akarok maradni Pestre. Most semmi pénzért nem mennék el innen sehol, mert... De akkor most már költözöl te is. Ja. Na, adom. Hát most már úgy akarom én is, hogy kicsit lenyugodjak. Stabilizálódjon az életem, mert most már ráférni aztán. Én nem tudom, hogy nekem menne ez az együtt lakásom úgy, én nem tudom, hogy bele tudnék-e ugrani most ilyenbe. Nem is gondolkoztam rajta, hogy most külön lakom már tudod azóta. Azt nem tudom, hát te rajtad amúgy nagyon meglepődtem, mert te is régen mindig ilyen szerteszét voltál, tehát így te is itt-ott voltál, meg innen-onnan keresgetted a pénzt, azt most meg teljesen ilyen 180 fokot vettél aztán. De nem csak, amúgy más is 180 fokot fog venni, tudom, hajamat le fogom vágatni. Igen? Aha. Pedig én amúgy nagyon adom. Hát, ja. Meg hát én is most növeztem. Sokan, csak sok vele a maró, meg nem tudom. Na hát visszajöttem igazából, nem tudom, hogy Szabi még itt van-e, hogy őszinte legyek, nem nagyon akarok vele találkozni, ugye kimaradt egy másfél év, és egyrészt végtelenül kínos lenne az egész szituáció. Most tudom, hogy ezt igazából hogy fogom megoldani, hogyha itt van, de nem tudom, maximum megmondom neki, hogy menjen el. Dominikot meg nyilván kérdőre fogom vonni, hogy mit keres itt Szabi, és hogy mit kéne kezdjek ezzel a szituációval, mégiscsak azért az nem így működik, hogy kiveszek egy lakást, és akkor pikpak egy másfél év után elővarázsoljuk azt a tagot igazából, vagy azt a régi haverunkat, akivel én nem tartom a kapcsolatot. Szerintem ez így gáz, ahogy van, de meglátjuk. Ja, úgyhogy nem tudom, mi lesz ebből. Megjött. Sárkány, páfrány. Izó. Nem sok. Akkor szerintem... Álljak is haza. Nem. Csá. Bocs, hogy nem köszöntem. Csak most nem vágom, hogy most mi van amúgy. Hát én sem nagyon vágom, hogy mi van. De hát akkor beszéljük meg, érted? Most hát, felnőtt az emberek vagyunk. Üljünk le. De Szabi, miről akarsz beszélgetni egyáltalán? Hát de... Mi az, hogy miről akarok beszélgetni? Hát nem, de most ne húzzál föl, Bence, légy szíves. Tehát azért... Én nem húzzál föl, azt se tudtam, hogy ide hívtad. Hát... Én meg nem tudtam, hogy te itt leszel. De nem tudtad, hogy itt hát leszel. Hát honnan tudtam volna? Miért nem a Dominikát szólja? Azt nem értem, hogy erre mi a szükség. Tehát másfél éve nem beszélek vele. Pont ez a
Jó. Amúgy te csinálod egyébként a keverést. Hát nyilván én csinálom, de nem minek, nem csinálom. Te nem véletlenül. Mert amúgy, hogyha azt mondom neked, hogyha ide jön a Szabi, akkor azt mondod, hogy oké, jöjjön. Vagy ha azt mondod neked, hogy itt lesz a Bence, akkor azt mondod, hogy oké. Ez a lényege, hogy ha nem akarok vele dumálni, mert nem vagyok. De miért nem akarsz? Akkor ezt mondom. Szerintem még ti se tudjátok megmondani amúgy. Hát azért csak volt valami oka, hogy szétköltöztünk. Hát az, hogy nem bírtunk együtt lakni, de most ez nincsen akkora ízért. De most mit vártok el tőlem? Miért? Hogy leültök szépen és megbeszéltek, mert szerintem ti se tudjátok, hogy mi egymásra a problémátok. Nem? Na? De most itt vagyok. Mondd. Mert tök érdekes, hogy... De most nem, én de nem mondom, hogy is. Mi érdekes ebben, Dominik? Én már nem is emlékszem, hogy mi volt a baj. Érted? Nem emlékszem arra, hogy mi volt köztünk az a feszültség, ami miatt odáig jutottunk, hogy ezzel nem köszönök neked. Ezt meg főleg én nem tudom. Tehát ezért hívtál köztetiteket, mert mondom, hogyha azt mondom nektek, hogy ő jön ide, akkor te azt mondod, hogy nem. Tehát... De amúgy te emlékszel arra, hogy egyébként hogy mi volt az apja ennek az egésznek? De kezdődnek a bajok. Két éve volt az egész, srácok. Két éve. Vegyük az elejétől, most mi? De, most de jó, hogy nem emlékszek arra, hogy mi történt. De szerintem ti amúgy csak így kreáltatok valami... Nem tudom, mit a fejetek... Ne találd már ki, mit kreáltunk. Hát már nem tudod elmondani, hogy mi problémátok van egymással. Nem, hát az volt, hogy azt kérted, hogy ne csinálják videót veled kapcsolatban, mert hogy ezt nem beszéltük meg. És mi csinált? Csinált rólam videót. Wow. De most ez nem akkora izé, hogy most akkor ne beszéljünk meg ilyenek. Alapvetően tök jó korszak volt, nem igaz? Tök jó korszak volt. Igen, de utána történtek dolgok, ami miatt összevesztünk, mert mégiscsak arra jutottunk, hogy szétköltözzünk. Igen. De alapvetően ketten találtuk ki még a Brodapestet is. És most azt várod el, vagy azt várjátok el, hogy akkor most én béküljek ki, Én full nyitott vagyok rá, mert sosem volt veled semmi bajom. Most nevethetsz amúgy, de mindegy. De most tényleg, szerintem engedjük el a régi izéket, mert én tényleg már nem is emlékszem, hogy volt az alapja. Dominik meg főleg nem, Dominikat ismerem. Hát meg én azóta is beszélek, veled is jó vagyok, meg vele is jó. Tehát hogyha nem értem, ha én jóba vagyok veletek, akkor hát nektek... Hát ez az, hogy az elmúlt két évben bármi kapcsolódási pont jött, mondtam neked, hogy oké, de én Szabival így lezártam az egészet, és videóm is volt erről, a nézőimnek is elmondtam, Szabi is elmondta. Hát mert elköltöztetek, nyilván most fölösleges lett volna összejárkálni, videózni, de hát most azt mondd el nekem, hogy amikor annó csináltuk a videókat hárman, az nem volt jó. De. Na. Amúgy ez szerintem is jó. De nem értem a problémát. Tehát... Meg amúgy is, most egy csomó idő eltelt, tök megváltoztunk. Most nem arra gondolok, hogy hajléktalan fejem van ezzel a hajjal, hanem arra gondolok, hogy teljesen más személyiség vagyok, meg személyiségek vagyunk szerintem amúgy. Úgyhogy én nem tudom, így, én azért egy ökles így erre így rámondanék, hogy így zárjuk le ezeket a dolgokat. Jó, akkor ne. Beválasztál már! Én nem akarom, hogy ez a izé globál fest legyen közöttünk. Ennyit nem akarom. Nem kell a legjobb haveroknak lennünk. Kéretem magát csak. Nem kéretem magam, egyszerűen próbálom fel... Letérdeljem? Nem, mi? Próbálom feldolgozni az egészet, hogy egyrészt hogy jött neked ez az egész, hogy pont most kellene kibékülni, amikor kiveszem szépen ezt a lakást, és bennem van az, hogy... Kivettem azért, hogy akkor hozzá. Pontosan azért, ahogy kezdődött az egész, ültem én is, tiktokoztam, te meg jöttél, csinálunk valamit? Sose csinálunk semmit. Itt a lehetőség. Három vagyunk, mindig csinálunk valamit. Három. Kell, basszus. Most mondd azt, hogy nem jó volt le. Mondj másik olyan embert, mint Szabi, nem tudsz még egy ilyet találni. Ilyen hülyét, mint én. Az biztos, hogy nem fogtok találni. És akkor úgy, mint régen? Hát nem, úgy, mint jövőre, bazz. Állj, sztój! Én nem tudom, hogy most arra gondoltok, hogy én videózni, meg ilyenek? Hát, nem tudom. Én arra gondoltam, hogy elkezdhetnénk megint szépen felépíteni ilyen kis hülyeségeket. Dominik úgy hívott ide, hogy hogy fölköltözött Pestre, és hogy régen láttuk egymást, találkozom, most már arra akar állni, hogy videózni a Pencére. Most nyaljak még egy picit, hogy jaj, nem, tök jó, annyira érdekel, hogy mi van, mert nem, tényleg érdekel, csak kösz. De nem, tehát most komolyan. Jó. Kell ez a haveri társaság, szerintem. Én úgy vagyok, hogy nekem hiányzott, gondoltam. Bencének is sem volt szerint. Összehozom újra. Bencének is hiányzott, láttam a fején. Nézd meg, vigyorog. Ez egy handshake lesz. Ááá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 
Jó van. Elérted. Nézzük a mosolyt az arcát, sem örültem még. Konfetti, ágyúzás. Akkor rendeljük be ezt a kartonsört szerintem. Akkor biztos. Na olyan nem vesztem. Na olyan biztos, hogy nem vesztem benne. Ti aludtatok már ebbe a kecóba? Igen. És vannak szellemek? Ez a harmadik napunk. Vannak szellemek? Nem csak tudod, miért kérdezem, emlékszel arra, amikor a Budapest házba történnek elég? Úristen, igen! Arról mikor, múltkor beszéltünk erről. Pont, igen, egy-két hete. Hogy? Hogy hát felevelejtettük azokat a történéseket, amik ott voltak abban a lakásban. De olyankor te pont nem voltál ott. De volt olyan, mit hogy nem voltam de ott? Mit nem voltam? Remegett alattam az ágy, meg ilyenek de nem esténként. De nekünk meg olyan volt, hogy ketten aludtunk pont. Együtt? Igen. Na mindegy. Szóval együtt, vagy hát feküdtünk, filmet néztünk a szobájában. Feküdtetek is? Filmet néztünk a szobájában, és egyszer csak kintről egy ilyen rohadt nagy csattanás, és így megállítottuk a filmet. Te nem emlékszel, amikor Bálintot hívtuk az, hogy betörtek? És neked meg ment a gépet, elindította valaki a gépet. Tényleg, nekem ment. Mert az volt, hogy bent voltunk a belső szobába, és hallottuk, hogy kint valami. Nem, hát kinyílt az ajtó, az volt egy rács volt az ajtón, és hogy becsukta valamit, tehát hallani lehetett, hogy becsukódott az ajtó. Igen. Azon gondolkodtam egyébként, nagyon elkapott. Ez nem tudom ki volt, de csak mondom, hogy egyrészt úgy szájba vert, ez most itt engem. Szájba hátulról. Hátulról, előre nyújt a párna, haver. Micsoda? Szóval nem engedték, hogy elmondjam, nagyon nagy nosztalgiába vagyok, és lenne egy olyan kérdésem, hogyha már így voltak ezek a történések, hogy... Nah, nem. Nem, biztos nem. Szabi, biztos, nem akarsz ide költözni? Hát ez... Micsoda. Annak nagyon rossz vége lenne szerintem. De ez a lényeg, van a nézők... Van biztosítás erre a házra? Van. Akkor jövök. A nézők akarják. Nem biztos. Figyelj, ha rávettetek arra ennyi idő után, másfél év után, hogy végre megbocsássak, kibéküljünk. Karácsony. Nagy izé. El kellett felejteni a múltat az én. Ja, de... Nem is emlékszed. És mi azt hittem rácsapos engemre. Mondjuk attól azon jó. Is gondolkodtam. Költözz már ide. Költözz már ide, haver. Csak akkor menj a fodrászhoz. Pár hétre. Pár hétre. Oké, de menj a fodrászhoz. Akkor majd csinálunk egy bulit. Kisebbet. De beadjuk? Be. Jó, de akkor elmegyek fodrászhoz. De tényleg beadjuk? Hát be. Beadjuk. Levág, le meg be és ki. Vágom a hajamat. Jó, tervezkedünk, aztán majd jelentkezünk. De tényleg beköltözöm? Biztos. De onnan már nincs visszalépés, tehát a nézőknek nem lehet azt mondani, Szabi. Az a baj, hogy megérkeztem ebbe a kecóba, és az volt az első, hogy már nem összetörtem ott a tükröt, meg a felmosó folyadékot, vagy mi az. Felmosó rongyot. De ahogy nézd meg most. Örültem neked, hogy egy kicsit stabilizálódott az életed, ezért belerángattak, hogy... Ja. Igen, muszáj egy kicsit... Köszönöm! Tedd tönkre az egészet! Legjobb alájátok örökre! Best friend forever! Tedd tönkre arra az életét, másodszorra is! Mi? Először te rángattál oda a Brodapest ház! Jó van, Szabi hivatalosan is beköltözött, úgyhogy majd követhetitek az eseményeket, hamarosan jelentkezünk.